Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Helyezzék magukat kényelembe, mert pillanatokon belül megkezdődik a pécsi Vivat Bacchus énekegyüttes fergeteges műsora. Az együttes 2001 nyarán egy borral átitatott napon született. Azóta számtalan olyan fellépésen vannak túl, amely a bordalok világát különböző stílusokkal kiszélesítve, saját szerzeményekkel és feldolgozásokkal garantáltan maradandó élményt nyújtott a hallgatóknak. Kedves közönség, sisakokat felcsatolni, mert színpadon a Bacchus, Vivat Bacchus. Jó szórakozást! Jaj, de izgulunk! Megkérdezte tőlem az egyik barátom, miért van az, hogy mindig a bort kívánom? Hogy tudok így élni? Miért jó ez nekem? Mosolyogtam egyet, és így feleltem. Izgult az utcán, mindenki rohan, de a pince mégis csend és béke van. Könnyen megtaláltam, így hát a helyem, és amióta bort iszom, szebb az életem. Mert olyan nekem a bor, mint esnek a só, fűszer nélkül élni, hát de nem jó. Így kerek a világ, gondolj csak bele, sokkal jobb a borral élni, mint reggelen. Vízgrőbb az utcán, mindenki rohan, de a pince mélyén csend és béke van. Könnyen megtaláltam, így hát a helyem, és amióta partizom, szebb az életem. Köszönjük szépen, kedves közönség! Köszönjük szépen! Szép jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves ellenlevőt a pécsi Vivat Bacchus énekegyüttes nevében. Egy pandémia kellős közepén járunk, és egy extrém helyzetet fogunk mi most itt megoldani, hogy otthon is mindenkihez eljuthassunk a szobákba, és szórakozási lehetőséget nyújtsunk mindenkinek. Ez most egy ilyen helyzet, kérem szépen, egy ilyen szituáció, amelyet mi minden gond nélkül áthidaltunk, ugyanis verbúváltunk magunknak közönséget, akik hála Isten még egyik dalunkat se ismerik, úgyhogy nagyon nagy élmény lesz nekik is, illetve reméljük, hogy azoknak is, akik ezt otthon nézik, higgyék el, hogy szükség van erre. Kicsiny együttesünk átesett a koronavíruson, úgyhogy most már rezisztensek vagyunk, most, hogy a Balázs körintett egyet. Ő ezt meg is mutatta. Higgyék el, nem olyan vicces ez, mint a mi műsorunk, mi átestünk rajta, de a mi szavunkban talán hiteles az, hogy igen, erre szükség van, ennek mi most itt megfelelünk, és hát a továbbiakról pedig beszámol Péter, hogy kis műsorunkon belül milyen dalocskák következnek még. Hát igen, hölgyeim és uraim, van ez a vírus, ami miatt nem nagyon tudtunk utazni nyáron. De mi ezt most megoldjuk, kérem szépen, mert igaz, hogy egy dal erejéig, de elviszünk mindenkit itt a helyszínen és otthon a képernyők előtt a csodás, a mesés Olaszországba. Segítségünkre lesz ebben Bognár Szabolcs, a Vivat Bacchus állandó és több opera háznak, illetve hát Nemzeti Színháznak az operaénekes művésze. Mekkora nagy művész! Neki ennyi taps elég, mert még a fejébe száll.
Aztán, hogy még jobban átérezzük ezt a mediterrán hangulatot, itt van velünk nem más, mint Bacco Dio del Vino, Madre Padre Bambino, Facebookino, Rende Tutto, Più Divino, Luigi! Röviden, Pista. Sì. Esatto, grazie, grazie fratello mio. Buonasera e buongiorno signore e signori. Immaginate che se mi ricordo bene 14 anni fa siamo stati in Italia, precisamente a Napoli, sì, dove abbiamo trovato una canzone. E allora questa canzone vogliamo cantare adesso con questo ordinare ordibatore. Grazie. La 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 du 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 du. Yammo yammo compa yammo ya. Yammo, yammo, compa, yammo, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Compa, yammo, ya. Funiculi, funicula. E se l'andine me ne saiette, tu sai a to. A to, sto amore grato che io rispiette, far vento. Uraim, hölgyeim és uraim, kedves közönségünk itt s a képernyők előtt. Na, kérem szépen, értelemszerűen ez az előző dalocska, ez nem saját szerzemény volt. Na, amikor mi alakultunk, akkor azt kell tudni az együttesünkről, aki esetleg nem ismerne még minket, bár hát ki van ilyen, ugye? Szóval, anyám, hogy annak idején most már lassan majdnem 20 éve éltük a fiatal egyetemistáknak az életét. Nem mindannyian voltunk egyetemisták, de éltük az életüket, és nagyon szerettük már akkor a bort. Csak hát nem volt semmi pénzünk. Úgyhogy oda mentünk a boros gazdákhoz, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk mind a mai napig, hiszen azonos az érdeklődési körünk, és mondtuk nekik, hogy hadd énekelgessünk egy-egy pohár borért. De hát nem ment ez olyan könnyen, mert nem volt saját szerzeményünk. Ezért aztán először nagy magyar költőknek a boros verseit zenésítettük meg. Ebből mutatunk most egy példát, egy élő példát. Petőfi Sándor verselményét zenésítette meg Balási Szabolcs zeneszerzőnk. Ezt adjuk elő, mely dalnak az érdekessége, hogy amikor mi ebből lemezt készítettünk, akkor nem más, mint a Kovács Ákos énekelte föl a szólót. Most itt Komlón Ákos nélkül fogjuk előadni, mert pont nem ért rá, de így is nagyon szép lesz. La, no, no, hu, hu. Volt, aki azt mondta, így jobb. Már nem él. Jaj, várj, álljál meg, még valami fontos információ.
Avassunk be kulisszatitróba, kedves nézők, még fogunk ilyet csinálni, a technika ördögét használjuk. Ennél a dalnál például mi most nem templomba vagyunk, de mégis egy kicsit úgy fog hangzani, hiszen ráteszünk egy ilyen speciális effektet, ami nagyon jól fog neki állni. Figyeljenek csak! Nos, a lányok, adjatok bort, hadd iszom ki egy húzamban. Nyötörésebb ez a hőség, nyögök úgy nyom azt a szomjam. Bromiosz virága is kell, koszorúhoz árnyat adni. Bánat hevít szívemből, milyen árnyal űzhetem ki. Bromiosz virága is kell, koszorúhoz árnyat adni. Bánat hevít szívemből, milyen árnyal űzhetem ki. Iszom én, ha szívem örvend, iszom én, ha bánat éri. Ha szíhatok borocskát, bizagonjaim csúcsulnak. Bromiosz virága is kell, koszorúhoz árnyat adni. Bánat hevít szívemből, milyen árnyal üzhetem ki. Bromiosz virága is kell, koszorúhoz árnyat adni. Bánat hevít szívemből, milyen árnyal üzhetem ki. Milyen árnyal üzhetem ki. Köszönjük szépen! Mi szeretjük ezeket a lassabb hangvételű dalokat is. Elaludtam, a Nyuszi elaludt a széken, úgyhogy kicsit pörgessük fel a hangulatot, kezdjünk el dicsekedni, mert az nagyon megy nekünk, egyesek szerint csak az megy nekünk. Ha figyelték az előző felkonfot, akkor meghallhatták, hogy mi Ákossal is énekeltünk együtt. De mi például még a Mezőmisivel is, meg a Sasvári Sándorral, és hát most egy olyan dal következik, amit összeraktunk együtt a Művészetek Palotájában annak idején Marót, Viki és a Nova Kultúr zenekarral. Ezt a dalt ismerni fogják, mert ezt nem mi írtuk, úgyhogy fogalják nagyon sok szeretettel, szóljon a buli, induljon a parti! Újra itt a gyár, pam, pam, tűnt a napsugár, pam, pam, a kempig elve már, pam, pam, tárt karukkal csak is minket vár, pam, pam. Jóra, figyeljetek! A két ügyes, figyelj! Mutassuk, mi az a sótörés, mi az a sótörés, ez a sótörés! Mutassuk, mi az a lábtörlés, mi az a lábtörlés, ez a lábtörlés! Taposd el a csikket! Jó, jó! Hagyd itt az a térde! Jó, jó! Ereszkedj le, hígy! Ne, 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 ne! Ennyi, mi sem ismét!
Miklós nevében is. Köszönjük szépen! Jó, köszönjük! Hölgyeim és uraim, kedves nézők! Szóba került annak idején, amikor ezt az online koncertet megterveztük, hogy élő legyen a műsor, vagy playbacket adjunk. De mi olyanok vagyunk, hogy szeretünk ragaszkodni az élő műsorhoz. Amikor elmegyünk egy-egy tévéstúdióba, hát nem mindig vannak fölkészülve az élő adásra. Volt, hogy kábeles mikrofont adtak a kezünkbe kábel nélkül, és hát úgy kellett nekünk a saját dalainkat leplébekelni. Ez igaz. Igen, ez így volt, de ez megmondjuk őszintén, hogy nekünk nehezünkre esik, mert nem sűrűn szoktuk hallgatni a saját lemezeinket. Szerintem van olyan lemez, amit a Bogi Szabi még egyáltalán nem hallgatott meg. Nem, ez nem igaz. Tehát mi mindig az élőhöz ragaszkodunk, de ma egy különleges nap van. Be lehet látni a kulisszák mögé. Nyomjad csak nyugodtan. Na, egészségedre. Szóval be lehet látni a kulisszák mögé. Egészen különleges közönségünk van. És hát bizony, mi most meg fogjuk mutatni, hogy milyen az, amikor megkérnek minket, hogy playbackben énekeljünk. Nem tudom, hogy van ez nyelvtanilag helyesen. Playback dal következik, amilyen eddig még nem volt a világtörténelemben, hogy mi most ezt megmutatjuk így élőben. Miért pont a bor? Azon tűnődtem éppen, miért is választottam a bort? Amikor megláttam őket, s együtt felkavartuk a port. Elnéztünk villányba, és találtunk ott sok jó gazdát, aki felkínálta nékünk ezt a földön híres borát. Miért pont a bor? Így áll rendesen. Miért pont a bor? Valahogy csendesen. Miért pont a bor? Szellem a palackban. Miért pont a bor? Keresd a dalokban. Uszunk is estében nyúlt a haza érkezés. Kérdés volt számomra a másnap reggel ébredés. Fájt a fejem, a hasam, bizony még a bokám is. Hazamentem, jól elvertek anyám is, meg apám is. Miért pont a bor? Így áll rendesen. Miért pont a bor? Valahogy csendesen. Miért pont a bor? Szellem a palackban. Miért pont a bor? Keresd a dalokban. Reggel az asszony ébreszt, kelj fel, uram, légy legény. Ha már az éjjel hangos voltál, és csak fél kemény. Legközelebb én megyek a csajokkal a pince felé. Nem látsz majd, mert mire visszaérünk, lesz az hajna felé. Miért pont a bor? Így áll rendesen. Miért pont a bor? Dalolj csendesen. Miért pont a bor? Szellem a palackban. Miért pont a bor? Keresd a dalokban. Miért pont a bor? Így áll rendesen. Miért pont a bor? Dalolj csendesen. Miért pont a bor? Szellem a palackban. Miért pont a bor? Keresd a dalokban. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na hát szóval, tisztelt hölgyek, urak, ennyi a különbség. Minőségbeli különbség meg lehetett látni most, hogyha élőben énekelünk, illetve playback produkció hallható. Nyilván sokkal sterilebb, de mi azért az élőhöz azért ragaszkodunk, mert szemtől szembe szeretünk lenni a közönséggel minél közelebb. Ugye ezt most így nem tudjuk megtenni, de a továbbiakban is élőben fogunk énekelni, mégpedig egy különleges dal következik. Na, melyik jön? Tessék, ha tetszik,
Ha tetszik, ha nem. Hát ez ma is így lesz, mindig így szokott. Igen, igazából mi azt csinálunk, amit akarunk. Tessenek elképzelni, hogy aki a kulisszák mögött technikus ül, kérte egy tracklistát, és mondtuk, hogy nem tudunk adni, majd kitaláljuk, hogy mi lesz. Hát úgyhogy mi itt megszervezzük magunk közt a műsort, és ez általában így szokott történni. Vannak bizonyos szegmensek, amikhez ragaszkodunk, mert vannak olyan dalok, amelyeket mi is nagyon szeretünk, és soha nem hagyunk egy műsorból sem. Ilyen ez a következő dal is, meghívtak minket Moszkvába, és hát bizony nagyon örültünk, ezért mi megtanultunk, hogy az ő nyelvükön kedveskedjünk neki. Csináltunk egy orosz nyelvű egyveleget, illetve hát a Szabolcs, ami zeneszerzőnk, csinált egy orosz nyelvű egyveleget. Ebben a formában úgy tudjuk, hogy csak mi adjuk elő ezt a három dalocskát így egyben. Amikor ezt megtanultuk, ráadásul még meg is szerettük, arra az időre pont már le is mondták az utat, úgyhogy így jártunk. Állítólag mi ezt a dalt majd elénekeljük Paks 2 megnyitóján. Erről a tárca nélküli minisztertől kaptunk felkérést még annak idején, de hát sajnos a tárca nélküli kérte, de meglátjuk. Most garantáltan nosztalgikus élményeket okozunk azoknak, akik már a 70-es, 80-as években életben voltak, mert hát az orosz nyelv, akárhogy is nézzük, múltunk rikészét képezi, a kanyák jó, kinek rossz emlékeket ébreszt, mi koncentráljunk most az orosz művészetre. És ez még a hangadás volt csak. Egészségedre, Toci. Az unikornisnak különösen tetszett. Várjad a zsebkémet. Ezzel a... ja. Igen. A végére ezzel megtanulott, Peti. Egyveleggel 2019-ben Vlagyivosztokban. Vlagyivosztokban, kérem szépen. Tehát Vlagyivosztok. Az Akapella világkupán. Kérem szépen, nem nyertünk semmit! De azért
Mert nincs is ilyen, hogy Vlagyivosztoki akapella világkupa. Na, de a lényeg az az, hogy megyünk tovább, halad tovább, robog tovább a vonat, és itt van már is a kék sarokból kőszegítosi Vampire Samuel, aki a side up, vagyis a beatboxnak a művésze. És most ő meg is fogja mutatni, hogy mekkora nagy művész. Hallgassuk, nézzük. Legkisebb taps. Tapsból. Ez igen, Toci, ez az új műsorod volt? Köszi, anyu. Rendben volt. Ez igen, ez mindig rendben van. És hogyan tovább? Mi volt a baj? Várjál, jó vagy? Ez a nyugdíjas műsorom volt. Jó vagy? Nem lesz ez olyan rossz, ez már rossz. Jó vagy? Na. Gyerekek, előttünk van egy ünnep. Így van. A húsvét. Nem, az is még előttünk van, de most közvetlen a tiszteletből egy rakás ünnep van előttünk, hogyha jobban belegondolunk. Abból a díszes fenyőfából is. Születésnapom. Tiszteletből kiderül, hogy karácsonyra készülünk, megelőtte a Bogi, meg a Balási Szabitnak a születésnapjára, de hát nagy ünneplésre nem számíthatunk, hiszen ilyen korlátozások vannak most jelenleg érvényben. Hát azt azért elmondom, hogy mi itt a Szentgyörgyvári családból meg vagyunk jelenve egészen négyen, ugye a Balázs, a Karcsi, a Peti meg én. És hogyha most ezek a korlátozások életben vannak, hogy 10 fő fölött családi rendezvényt nem lehet rendezni, akkor nálunk karácsonykor 16 embernek otthon kell maradnia, ugyanis 26 a szűk családi kör. De ki lesz? Úgyhogy én most nagyon remélem, hogy a Karcsi lesz az, aki otthon marad például. Kőpapáról! Igen, mert ő mindig sokat teszik! Szívesen! Na de ezt a fajta tréfát félretéve, azért azt tudjuk, sejtjük, hogy ez a karácsony nem ugyanolyan lesz, mint az eddigiek, viszont lesz karácsony. Úgyhogy tessenek arra koncentrálni, hogy próbáljuk meg mégiscsak boldogan megélni, és mi ezzel a dallal szeretnénk hozzájárulni az önök és a ti boldog karácsonyotokhoz, hiszen pont ezt fogjuk elénekelni. Feszülten figyelünk, tudja már, karácsony
szarvas. Összerepült, és jól kimerült, az elmúlt hét alatt. Melegre vágyva épp a vacsorára, haza is érkezett. Ölelésre várt a szívét kitárva, csak egyet kérdezett. Igaz hittel, tiszta szívvel, mit tehetnék mást? Ajándékkal meglephetném, mint ki engem rég otthon várt. Angyal szárnya suttogása szólítja a fület. Érzed, hogy az üzemet szintén a vivát Bacchus békés boldog ünnepet kíván! Boldog ünnepeket mindenkinek! Köszönjük szépen! Boldog karácsonyt! Köszönjük szépen! Made in B! Tisztelt hölgyeim és uraim! Elérkeztünk a koncertünk végéhez. Ennek két oka van. Fél órát kértek tőlünk. A másik oka, hogy nem tudom tovább behúzva tartani a hasamat. Úgyhogy... Ja, be volt húzva. Be volt. Így volt behúzva, nagyon durva, mi? Azért itt a karantén ránk pakolt egy pár kilót, illetve én rám biztosan. Tisztelt hölgyek, urak, az előadó művészetben új trendek alakulnak ki ennek a sajnálatos eseményeknek a hatására, de mi... A továbbiakban is megpróbálunk ehhez igazodni, kérjük, önök is ezt tegyék, nincs jobb lehetőségünk, de reméljük, hogy át tudtunk adni valamit abból a pozitivitásból, és itt nem a vírusra gondolok, amit mi szeretnénk képviselni. Ideslova 20 éve, ezt azért is mondtam el, hogy itt mindjárt elmondjam, hogy a jövő évnek a, hát talán a nyár elején, tavasz végén, hogyha a helyzet úgy hozza, akkor a Pécsi Kodály Központban egy 20 éves jubileumi koncertünk lesz, amit sok szeretettel már most bepromóznék. Hát reméljük a legjobbakat, közönségünknek köszönjük, hogy eljöttek, nagyon jó közönség volt, szemmel láthatólag élvezték. Annyira, nézd meg, olyan aranyos, ki akar jönni, Alex, ki akar jönni? Hívjuk ki? Hívjuk gyere ki. Ki, Alex, te gyere, ki ez, gyere át a székeken, gyere. Segít. Jó van, na. Várj, nehézem. Nehézem. Figyelj. Én hoztam a motor. Igen, és most már így a végén elmondhatjuk, hogy a mai koncertet elneveztük plusz koncertnek, és akkor innentől kezdve részünkről ez lesz a neve. Egy dallal búcsúzunk, egy olyan jellegű dalocska, amely egy country stílusban készült, és hát ebben a formában még soha nem adtuk elő. Hát így nem. És a dalnak az érdekessége, hogy az én kis fiacskám Balázs szerezte a... Várjál, így elfejtemet föl. A zenét a Balázs szerezte, szövegét a Peti írta, ezzel búcsúzunk mára. Basszus, ezt kell tartanom. Jó, nekem. Alex, ülj le a fa mellé. Gyere, jó lesz itt, kibírja. Ez az. De a kutóta. Kemény volt az este. Alex. És akkor most még azt szeretném elmondani, hogy mi ugye a jó magyar bort képviseljük most már 20 éve, és ha sokat fogyasztunk belőle, akkor így fogunk ülni a pince mellett, mint ahogy ez az oroszlán itt most. Szóljék a dal így utolsónak. Sziasztok, csókolom. Köszönjük, Omló! Sziasztok! De én ezt soha nem bánom, hiszen pont ez volt a cél. Legyen végre egy kis szünet, és fezsegjen a vén. Meglátogattam a pincét, budít szombaton. Hogy mi történt aznap este, azt már nem tudom. Emlékeim.
elején elillantak, csak egy pár maradt. Például, hogy ott ébredtem a bordók alatt. Ha néhány pohár bor lecsúszik, minden rendben van. Ilyenkor nincs lehetetlen, jól érzem magam. Múltkor azt is elhittem, hogy repülni tudok. Két hét kórház után most már ott, hogy jól jutok. De én ezt soha nem bánok, hiszen pont ez volt a cél. Legyen végre egy kis szünet, és bezsegjen a vér. A pörös bortól vidám leszek, a fehértől meg szép. Soha nem elég. Mindegyiket iszogatom, nem válogatom. De ha kéred majd egy kicsit, neked is vagyok. 22 borvidék a kicsi hazámban. Évek során egymás után mindent bejártam. Hatósággal egyszer-kétszer megküldtam fanyom. A büntető leveleket néha is kapom. De én ezt soha nem bánom, hiszen mondom, ez volt a cím. Legyen végre egy kis szünet, és bezsegjen a vér. Ha még egyszer, de én ezt soha nem bánom, hiszen mondom, ez volt a cím. Legyen végre egy kis szünet, és bezsegjen a vér. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hello!